Nagy szeretettel köszöntök mindenkit, köszönöm Szabó Csiknak a meghívást. Elég régen voltam ilyen szituációban, itt fölhívták a figyelmet rá, hogy 2 évvel ezelőtt tartottam utoljára ilyen előadást. Nyilván azóta még több tapasztalatom lett, és még több dolgot láttam, úgymond. Ugye az egyik ilyen érdekes dolog az, hogyha valakit ugye meghívnak egy ilyen előadásra, akkor azért olyan előítéletekkel érkezik, hogy hát biztos majd jön egy ilyen fénylőancú ember, aki nagyon lelkes és nagyon okos, és majd vetíteni fog. Én most ettől a vetítéstől eltekintenék, tehát megpróbálom egy más nézőpontból bemutatni ezt a üzleti lehetőséget. Ugye fölmerülnek még ilyen kérdések, hogy amikor eljön valaki egy ilyen előadásra, hogy hát mikor lesz vége. Ugye én körülbelül egy ilyen 30 percet fogok beszélni, illetve hogyha egy kicsit úgy mélyebben bele gondol az ember, akkor hogy hát mit keresek én itt, miért jó ez nekem. Igazából ezekre a kérdésekre nem tudok választ adni, illetve nem szeretnék. Amiről fogok beszélni, az egy kicsit az, hogy miért jó nekem ez az üzleti lehetőség, és lehet, hogy majd lesznek olyan párhuzamok, ami alapján érdemes bárkinek úgymond elindulni. Magamról röviden annyit, hogy nagyon nem szerettem a network marketinges üzletépítőket, rengeteg üzleti lehetőséggel megtaláltak, és mindig profin pattintottam le őket, úgymond. Nem igazából az üzleti modellel volt a problémám, hanem ezzel a nyomulós, mellébeszélő stílussal, és ugye eldöntöttem azt, hogy hát én ilyenen soha nem fogok foglalkozni. Aztán körülbelül 10-11 évvel ezelőtt egy nagyon jó barátom, aki a network marketingből élt, és él azóta is, meghívott bennünket az esküvőjére. Ő már akkor tudomásul vette, hogy soha ilyennel én nem fogok foglalkozni. Szóval meghívott be az esküvőre, és hát azon az esküvőn ott voltak annak a cégnek a top vezetői is, és hát úgy kívülről néztem őket, hogy hogyan is viselkednek néhány üdítő után, és azt láttam, hogy semmi extra nincs bennük, tehát semmilyen különleges képességgel nem rendelkeznek, viszont hihetetlenül szabadok. És mi akkor vállalkozók voltunk a feleségemmel, és azt láttuk, hogy hiába megy jól a vállalkozásunk, a vállalkozásunknak úgymond a rabjai vagyunk, tehát nem működik nélkülünk. Minden reggel én mentem be elsőnek az irodába, és én jöttem el utoljára. Tehát megfogott ez a dolog, és elkezdtem gondolkodni, hogy ha ők meg tudták csinálni, akkor én miért ne tudnám. Viszont ugye ehhez kellett találni egy olyan céget, akit föl tudok vállalni, akivel hosszú távon együtt tudok gondolkozni. Így aztán egy elég komoly keresésbe kezdtem, ez már majdnem feladtam, több mint 2 évig tartott ez a keresés, még nem egy apró kitérő után megtaláltam a DXN-t Malajziába, és azt láttam, hogy ez az a cég, akivel én szeretnék együtt dolgozni, viszont mivel említettem, hogy már volt egy apró kitérő, ezért mondjuk másodszorra nem akartam hibázni, úgyhogy 2008 nyarán kiutaztam Malajziába, hogy személyesen nézzem meg, úgy, ahogy a tankönyvekben le van írva, hogy milyen a háttere a cégnek, mennyi éve működik, milyen termékei vannak, stb. És úgy láttam, hogy minden rendben. Egyetlen egy apró probléma volt, ugye, hogy a cég nem volt itt Európában, úgyhogy ez a feladat is úgymond az elején ennek a megszervezése, partnerek találása is nem hárult. Úgyhogy nagyon röviden ez volt az én hátterem, és amikor elkezdtem network marketingben gondolkodni, akkor ugye megnéztem, hogy hát az emberek hogyan gondolkodnak a network marketingről. És azt tapasztaltam, hogy hát 10 emberből úgymond 9 inkább átszalad a utca túlsó oldalára, hogyha egy ilyen lehetőségről beszélnek neki, és szerettem volna ennek megtudni, hogy mi a valós oka. És utána rájöttem, hogy nagyon egyszerű dologról van szó az emberek nagyon nagy többségénél. A következő variációk fordulnak elő ez mögött, a megítélés mögött, hogy vagy ők pénzt vesztettek a network marketing üzlettel, vagy ismernek olyan embert, aki pénzt vesztett a network marketing üzlettel, vagy ismernek olyan embert, aki ismer olyan embert, aki pénzt vesztett a network marketinggel. Tehát durván ez a szűk keresztmetszet. Tehát azt mondtam, hogy nagyon szerencsés vagyok, mert egy olyan üzleti lehetőségről tudok beszélni, amivel ez a dolog ki van zárva. Tehát ez a meg nem fogalmazott kifogás, úgymond, ez rögtön félre lehet tenni, hiszen a DXN üzlettel bizonyítottan
nem lehet pénzt veszíteni, semmilyen befektetés nem igényel, mindenki annyit dolgozik, amennyit szeretne, és nyilvánvalóan mindenki a munkája arányában részesedik majd a forgalomból. Tehát ezt a legfontosabb dolgot tulajdonképpen kizártam úgymond, és ugye szintén láttam azt, hogy az emberek többsége, aki úgy dönt, hogy na, akkor mégis elkezd foglalkozni egy ilyen jellegű üzlettel, akkor a passzív jövedelem ígérete miatt csatlakozik. Tehát ez ugye a legütősebb érve a network marketing üzletben. Viszont a gond az, hogy nagyon kevés olyan embert látnak, akinél valóban működik a passzív jövedelem. És ennek is egy nagyon egyszerű oka van, hogy ugye nem képesek úgymond az ajánlat mögé nézni, és az ajánlat, és igazából csak akkor működik a network marketingben a passzív jövedelem, hogyha három dolog együttesen teljesül. Az egyik az, hogy olyan termékei vannak a cégnek, ami akkor is az üzleti lehetőség nélkül is működik. Ugye a network marketingben van egy nagyon érdekes statisztika, hogy a termékforgalmazással foglalkozó network marketing cégeknek a forgalmuknak a 70%-a az mindig az utolsó héten képződik. Ennek egy nagyon egyszerű oka van, mert az emberek többsége kvalifikálni akar, tehát magyarul nagyon sok esetben az üzleti kvalifikáció miatt vásárolja meg a terméket. Nagyon lényeges, hogy a DXN-nél működnek a termékek az üzleti lehetőség nélkül is. Ezt az elmúlt 8 év számomra egyértelműen bizonyította, az emberek többsége a termék miatt van itt az üzletben, és egy nagyon kellemes és kényelmes szituációval vagyok, mert soha nem kellett úgymond termékbemutatót tartanom. Hiszen a termék működik magától. Tehát bőven elég volt az, hogy megmutatni egy vagy két terméket, és azt szoktam mondani, hogy teljesen mindegy, hogy én mit mondok, hiszen nem vagyok sem természetgyógyász, sem orvos, tehát akár nem is kell ezekről a dolgokról úgymond beszélnem. Egyetlen egy dolog számít, hogy az illető, aki majd kipróbálja ezt a terméket, az mit tapasztal. Tehát teljesen mindegy, hogy mit mondok ezekről a kávéról, hogyha valaki kipróbálja, és nem fog neki működni. De szerencsére, hogy működik. Tehát hangsúlyozom, a passzív jövedelem ígéretének teljesüléséhez az egyik legfontosabb dolog az, hogy egy olyan termék legyen az üzlet mögött, ami működik az üzleti lehetőség nélkül is. A másik ilyen fontos dolog az a cégnek a kifizetési rendszere. Ugye csúnya szóval ezt úgy szokták mondani, hogy a marketing terve. Nem mindegy, hogy milyen kifizetési rendszer áll a cég mögött. Ugye a DXN-nek a kifizetési rendszerét én igazából úgy tudnám minősíteni, hogy nem elvárásokat támaszt, hanem lehetőséget biztosít. És ez egy óriási különbség. Tehát azt mondja a cég, hogy megpróbálhatod tulajdonképpen ezt az üzletet, és hát mi is megpróbálunk neked fizetni, hogyha ez sikerül. Ugye a másik dolog az, hogy ugye hozzá lehet úgy állni, hogy hát ez fantasztikus dolog, és akkor hát ez a hobbim, mert tényleg olyan jó dolog, jók a termékek, jó a csapat, ugye, akkor ebben ilyen hobbiszerű jövedelem jár. Ugye mindenki tudja, hogy milyen a hobbiszerű jövedelem, ugye a hobbira az emberek költenek, tehát ugye abból nem lesz bevétel. És ugye a harmadik pedig ugye az üzleti gondolkodásmód, tehát amikor aki azt mondja, hogy oké, hogy ez egy network marketing üzlet, de igazából ez egy ugyanolyan üzleti vállalkozás, mint bármilyen más üzleti vállalkozás, ugyanazt a gondolkodásmódot igényli meg, tehát hogyha profin csinálom, akkor profi üzleti jövedelmem lesz. Tehát, hogyha megvan a termék és megvan a jó kifizetési rendszer, akkor a harmadik dolog, egy nagyon apró dolog hiányzik már csak hozzá, ugye az illetőnek a munkája. Nincs ingyen pénz, tehát tudom, hogy vannak olyan előadások, amelyek arról szólnak, hogy a network marketingben vagy az ilyen hálózatépítésben milyen ingyen pénzek vannak. Nincs ingyen pénz, viszont van passzív jövedelem. Tehát, hogyha ez a három dolog optimális, akkor van passzív jövedelem. Mi nagyon sokat dolgoztunk ezzel az üzlettel az elején, és azt kell, hogy mondjam, hogy tartottunk már néhány apró szünetet, de az elmúlt egy évben igazából élvezzük ennek az előző 7 évnek a munkáját, és hogyha megnézem, hogy tavaly nyáróta mit csináltam, akkor igazából voltam 2 születésnapon, és tartottam 4 előadást eddig összesen, tehát én azt gondolom, hogy ez nem nevezhető aktív munkavégzésnek, és az elmúlt hónapban csináltunk még néhány videót is, illetve ezt a jövőben is fogunk. Tehát abszolút mértékben működik a passzív jövedelem, és hangsúlyozom, ennek egyetlen egy oka van, az, hogy az emberek azok nem azért regisztráltak be, az emberek többsége nem azért regisztrált be ebbe az üzletbe, mert üzletet akar építeni, hanem azért, mert
a terméket jónak tartja, és soha nem kell hónap végén valakit fölhívnom, hogy hát szeretné még rendelni egy doboz kávét, mert ezt már megteszi a hónap elején is. Tehát az a 70%-os emelkedés az utolsó hétre, az a DXN üzletre egyáltalán nem igaz. Ugye, még éri egy másik vád a network marketinges üzletet, hogy hát a termékek ára az egy kicsit drága. Így szokták ugye ezt megfogalmazni. Ugye a DXN-nek élelmiszereket forgalmazunk, étrendkiegészítőket, illetve kozmetikumokat. Én csak most az első körről beszélnék nagyon röviden, ugye az élelmiszerekről. Ugye nem lehet összehasonlítani, nem reális összehasonlítani a mi kávénk árát egy másik kávénak az árával. Miért? Mert itt nem csak egy kávéról beszélünk, hanem ugye arról beszélünk, hogy van benne egy olyan gyógygomba, amit azáltal, hogy kávéba tettek bele, egyetlen egy dolgot értek el, de azt nagyon jól, hogy nem felejtjük el meginni a kávénkat. Tehát nem felejtjük el bevinni a gyógygombát minden nap a szervezetünkbe. Viszont ettől a pillanattól kezdve, hogy benne van ez a bizonyos gyógygomba, ettől a pillanattól kezdve ugye ez nem egy kávé, nem csak egy kávé. Tehát ezért semmilyen szinten nem valós összehasonlítani egy másik kávénak az árával. Nyilvánvalóan többe kerül, hiszen benne van ez a gyógygomba, de ami ennél sokkal fontosabb, olyan előnyöket tartalmaz a számunkra, amit nyilván egy hagyományos kávé gyógygomba hiányában nem tud. Tehát innentől kezdve teljesen felesleges az árról beszélnünk, hiszen egyetlen egy dolog számít, hogy amikor fogyasztjuk ezt a terméket, akkor az milyen hatást gyakorol a szervezetünkre, és hogyha ez a hatás ez pozitív lesz, akkor onnantól pillanattól, attól a pillanattól kezdve az embereket nem igazából érdekli az ára, hiszen az egészségügyi előny, úgymond, amit tapasztalnak, az sokszor megfizethetetlen. Úgyhogy ezek ismérvek mellett vágtunk bele tulajdonképpen ebbe az üzletbe, viszont hát szembesülnünk kellett egy nagyon fontos dologgal, hogy hogyan is működik a network marketing üzlet. Nagyon sok országban, több mint 40 országban jártam az elmúlt 8 évben a DXN által, és azt tapasztaltam, hogy mindenütt ugyanúgy működik a network marketing üzlet. Ez pedig a következőt jelenti. Ugye valaki elégedett az adott termékkörrel, elégedett a céggel, ezért bátran meri ajánlani ismerőseinek, vagy akár bárki számára ezt a lehetőséget. Ugye találkozik az ajánló, és megjelenik ugye a jelölt is, és az ajánló bemutatja az illetőnek az üzletet. Mindent jól csinál, mindent profin bemutat, és a jelöltben a beszélgetés végére kialakul egy olyan kép, hogy hát ez egy jó dolog. Ezzel talán érdemes lenne foglalkozni. Sőt, egy picit úgymond lelkes is lesz, tovább gondolja ezt, és azt mondja, hogy hát ezt én is meg tudnám csinálni. És nagyon motivált lesz. És hazamegy. És igazából ez a fantasztikus érzés, ez az új vízió, ez egészen addig a pillanatig tart, még haza nem érkezett. Mert otthon majd a felesége, férje, rokona, barátai, ismerősei mindannyian rögtön elkezdik neki mondani, hogy hát ez egy biztos egy csalás, egy pilotajáték, egy átverés, és sorolhatnám, de a legfontosabb dolgot azt a végére hagyják, hogy ha ez még véletlenül jó is lenne, ő erre abszolút mértékben alkalmatlan. Tehát így működik mindenütt a network marketing. Amikor én hazajöttem 2008 nyarán Malajziából, akkor a feleségemen kívül nekem is mindenki ezt mondta. Csak ugye sokkal udvariatlanabban fogalmazták meg, ugye? Tehát a legudvariasabb talán az volt, hogy Laci, eddig ez a legbutább ötletet. Senki nem fog gombás kávét inni Európába. Tehát ezt felejtsd el. Ugye, nyilvánvalóan én tisztában voltam ezzel a dologgal, hogy a network marketing így működött, ezért figyelmen kívül hagytam ezek a dolgokat, illetve megvoltak azok a válaszaim, amivel úgymond meg tudtam magam felé védeni a döntésemet. Tehát tudtam azt, hogy az emberek többsége azért gondolkozik így a network marketingről, mint ahogy elmondtam, vagy ő pénzt vesztett vele, vagy ismer egy olyan embert, aki pénzt vesztett vele, vagy ismer egy olyan embert, aki ismer egy olyan embert, aki pénzt vesztett vele. Tehát ők nyilvánvalóan nagyon sok esetben, amikor ezt mondják, ők nem az illetőnek az ellenségei. Sőt, ugye, hát mivel a rokonai barátai szeretik őt, tehát féltik őt, és meg akarják óvni úgymond egy csalódástól, egy üzleti veszteségtől. De nyilvánvalóan azért mondhatják ezeket,
mert nem rendelkeznek ugyanazzal az információval, mint az illető, aki már végült ezt a tájékoztatót. De hogyha meg is tudja védeni a döntését, hogy hát már pedig itt nem lehet pénzt veszteni, már pedig ezek a termékek jók és működnek, hiszen az ismerősömnek, barátomnak is segített, és az áruk is reális abból a nézőpontból, abból a szempontból, hogy milyen előnyöket tartalmaz, akkor is ugye felmerül a legsúlyosabb vád, úgymond, vagy a legsúlyosabb felvetés, hogy te erre alkalmatlan vagy. Tehát azt láttam, hogy igazából az emberek nagyon nagy többsége azért nem csatlakozik egy network marketing lehetőséghez, mert nem tudja elképzelni, hogy sikeres lehet. Tehát nem tudja elképzelni azt, hogy meg tudja csinálni. Ugye? És ezt a problémát, ezt nagyon sürgősen kezelnem kellett, hiszen azt láttam, hogy ezt nem mutatom meg az embereknek, hogy ezt az üzletet bárki meg tudja csinálni, akkor nem fogják elkezdeni. Úgyhogy valami nagyon egyszerű dolgot szerettem volna kitalálni, amivel mindenkinek be tudom bizonyítani, illetve nem is így fogalmazni, mindenki be tudjon bizonyítani saját magának az, hogy ezt ő is meg tudja csinálni. Ezért úgymond egy tesztet ajánlok mindenkinek, tehát aki még azon morfondolizik, hogy ő sikeres lehet egy ilyen üzletbe, talán azért, mert túl idős, talán azért, mert túl fiatal, vagy azért, mert azt gondolja, hogy nem tud előadást tartani. A következőt szoktam javasolni. Próbálják ki, szintén ugyanúgy, mint a terméket. Ne nekem higgyenek, hanem higgyenek önmaguknak, az önmaguk tapasztalatának, hogy működik-e számukra a network marketing. Hiszen a network marketing az egy nagyon egyszerű dolog, sem másról nem szól, csak egy kicsit túl van misztifikálva. Arról szól, hogy én elégedett vagyok egy termékkel, és ezt elmondom másoknak is. És hogyha ők is elégedettek lesznek, akkor használják ezeket a termékeket, én pedig amíg a cég létezik, addig én részesedek ebből a forgalomból. Ilyen egyszerű. Na most a teszt a következőképpen szól. Ugye ma egy olyan világban élünk, amikor az emberek nagyon utálják, hogyha el akarnak nekik adni valamit, viszont nagyon szeretnek vásárolni. Ugye azt szoktam javasolni, hogy mindenki végezzen egy tesztet, a tesztnek egyetlen egy szabálya van, ez nagyon fontos, hogy betartsuk, mert másképp nem lesz eredményes, senkinek nem beszélek a termékekről, és senkinek nem beszélek az üzletről. Ez ugye nagyon furcsán hangzik, de ekkor működik igazán. Mit kell tenni? Nagyon egyszerű a feladat, be kell menni holnap a munkahelyre, és hát fogyasztani kell ezt a kávét. Sem más nem kell tenni. És nagyon fontos, hogy minden pillanatban emlékezni kell a szabályra. Senkinek nem beszélek a termékekről, és senkinek nem beszélek az üzleti lehetőségről. Mi fog történni? Lehet, hogy az első nap, lehet, hogy az első héten, lehet, hogy várni kell néhány napot, de egy idő után a munkatársak biztos megkérdezik azt, hogy mi ez a kávé? Miért ezt a kávét izod? És nagyon fontos, hogyha megtörténik ez a kérdés, akkor azonnal eszünkbe kell jutnia a szabálynak, és nem szabad átkapcsolni ilyen bemutató üzemmódba, és elővenni a belépési nyilatkozatot, illetve a termékkatalógust, hanem a kérdésre kell válaszolni. Azért iszom ezt a kávét, mert a Szabolcs ezt ajánlotta, és a Szabolcsnak elmúlt tőle a gyomorégése, vagy bármi, ami az igaz. Vagy azért, mert jobban érzem tőle magam, azért, mert nem savasít, bármi, ami az igaz. És nem prezentációt tartok, hanem a kérdésre válaszolok, hiszen hangsúlyozom, nagyon nem szeretnek az emberek, hogyha el akarnak nekik adni valamit. Mi fog történni? Kérdés követ, és az illető akarja ezt a kávét. Azért akarja ezt a kávét, mert ő is részesedni akar azokból az előnyökből, amit tőlem hallott, amikor csak én egy mondatban a kérdésre válaszoltam. És ez a network marketing. Ilyen egyszerű, nem több ennél. Ugye jó néhány embernek elmondtam már az évek alatt ezt a tesztjavaslatot, és hát nagyon sokan visszajöttek, hogy hát ez fantasztikus, ez működik. Úgyhogy akkor ők így fogják csinálni. Viszont voltak olyan emberek, akik visszajöttek, hogy hát sajnálják, de hát nekik ez nem működik, ugyanis nincs munkahelyük. Úgyhogy kellett egy másik tesztet is javasolnom azoknak, akiknek nincs munkahelyük, viszont szeretnék megtapasztalni, hogy működik-e számukra a network marketing, vagy nem. Ugye a szabály ugyanaz, mint az első esetben, viszont hogy előfordul az, hogy elmegyünk a barátainkkal kávézni, mondjuk egy kávézóba, vagy egy étterembe, ugye egy ebéd vagy egy vacsora után megkérdezik, hogy kérünk egy kávét, és ilyen esetben ugye mit kell tenni? Kérni kell egy csésze forró vizet. Mindenütt adnak egy csésze forró vizet, és meg kell innunk a saját kávénkat, amit amúgy is így tennénk,
és emlékeznünk kell a szabályra. Vagy úgy ott van a második példa, hogyha nem járunk étterembe vagy kávézóba, hogyha úgy mondjuk a mi kultúránkban ugye gyakran szokás, hogy ugye a szülők, barátok meghívnak vasárnap ebédelni, és a vasárnapi ebéd után ugyanez a kérdés elhangzik, hogy ki kér kávét. Ilyenkor egy csésze forró vizet kell kérni, és hangsúlyozom, emlékezni kell a szabályra, hogy nem beszélek semmit az üzletről, nem beszélek semmit a termékekről. Nyilván van egy ilyen szituációban, amikor kérek az ismerőseim, barátaim, rokonom előtt egy csésze forró vizet először, garantált, hogy mindenki meg fogja kérdezni azt, hogy mi ez? Miért forró vizet kérsz, és miért ezt a kávét iszod? És szintén ilyenkor nincs bemutató üzemmód, hanem a kérdésre van válasz. És nagyon kell vigyázni arra, hogy ne eladjunk. Mert hogyha nem akarunk eladni, hanem az információt adjuk meg, nagyon röviden, akkor az illető vásárolni akar. És hogyha kipróbálta a terméket, akkor már sokkal bentebb vagyunk. És hogyha valaki kipróbálta a terméket, akkor sokkal nyitottabb lesz az üzlet iránt, hiszen már áll mögötte egy terméktapasztalat. Lehet, hogy ez egy kicsit lassúnak tűnik ez a folyamat, de ugye Szabolcs említette, hogy a cég 20 éves történetében mi értük el leggyorsabban a koronás követ szintet, úgyhogy lehet, hogy ez a lassabb technika, ez sokszor gyorsabb, mint bármi más. Úgyhogy ezzel a teszttel kapcsolatban is nagyon sokan visszajöttek, hogy ez nagyon jó, ez nekik működik, de még mindig voltak néhányan, akik azt mondták, hogy az a gond, hogy nincs munkahelyük, és nem szokták őket a rokonaik meghívni vasárnap ebédre, sőt kávézóba se járnak, úgyhogy kellett valami utolsó megoldás, ami viszont garantáltan mindenkinek működik. Ugye ez a megoldás, ez nagyon kézenfekvő és nagyon egyszerű, ugye, hogyha valakit elhívunk a lakásunkba, akkor meg szoktuk kérdezni tőle azt, hogy kér egy üdítőt, vagy kér egy kávét. Ez általában mindenkinél így működik. Nálunk is így működik a mai napig, és hogyha nálunk valaki eljön hozzánk először, akkor ugye meg föltesszük neki ezt a kérdést, és én természetesen kérek kávét, szerencsére a vendég is nagyon gyakran kér, és ilyen esetben mindig tartunk otthon hagyományos kávét. Tehát a feleségem behozza neki a hagyományos kávét, nekem pedig hoz egy csésze forró vizet és a dékszenes kávét. Nyilvánvalóan az illetőnek nincs más lehetősége, mint megkérdezni, hogy mi az, amit ő kapott, és mi az, amit én fogyasztok, és a kérdésre válaszolok, nem tartok prezentációt. Úgyhogy igazából ezt az üzletet mi két termékkel építettük föl, annak érve, hogy tisztáljunk vele, hogy a cégnek a legfantasztikusabb termékei a ganoderma és a spirulina, és erről majd a doktor úr fog beszélni. De ugye két termékkel építettük föl ezt az üzletet, az egyik a kávé. A kávéval egyetlen egy probléma van, hogy nem olyan jók a statisztikái. Tehát ugye, hogyha az ember utána néz, akkor azt mondják, hogy a felnőtt lakosságnak durván ilyen 80%-a kávézik minden nap, tehát van 20%, aki nem fogyaszt kávét. Viszont van egy másik termékünk, aminek a legjobbak a statisztikái. Olvastam egy ilyet, hogy a felnőtt lakosságnak a 99%-a, óriási szám, naponta mosakszik. Ezért ugye a másik termék, amivel mi dolgoztunk, az a szappan, és ugye a szappan tudja azt, amit a kávé, hogy azonnali hatást gyakorol, tehát azonnali terméktapasztalatot generál, hiszen valaki megmossa ezzel a szappannal a kezét, ami szintén tartalmaz ezt a ganoderma gombát, akkor az első kézmosás után érzi a különbséget, tartósabb használatnál pedig elég látványos eredményeket lehet vele elérni. Tehát így működik tulajdonképpen a network marketing, ilyen egyszerű, és ugye akik egy kicsit nyitottabbak az ilyen új dolgok iránt, és szeretnének esetleg többet elérni, vannak neki céljai, álmai, és nekik már elolvasott egy-két könyvet, vagy volt hasonló előadásokon, akkor igazából, amit láthatott ezeken az előadásokon, vagy olvashatott ezekben a könyvekben, az minden esetben az volt, hogyha sikeres akarsz lenni, akkor ki kell lépned a komfortzónádból. Anélkül nem működik. Na most ugye mit jelent a komfortzóna? Nagyon egyszerűen megfogalmaz, hogy valami olyasmi dolgot tenni, amit nem szeretnék, mert ugye kívül van a komfortzónámon. Most van egy nagyon jó hírem, hogy igazából mi ezt az üzletet, és még nagyon sokan mások, úgy tudtok fölépíteni, hogy egy pillanatra nem kellett kilépnünk a komfortzónámból. És nem azért, mert a mi komfortzónánk az önóriási, hanem azért, mert nem kellett
meghasonulni önmagunkkal. Tehát nem kellett olyan dolgokat mondani, amire nem hiszünk, amire nem úgy gondoljuk, nem kellett tartani olyan prezentációkat olyan témába, amik nem mi vagyunk, amihez nem értünk. Tehát ez egy valós üzlet, bármilyen lazasággal lehet csinálni, a kulcs szó a csináláson van. Tehát anélkül nem működik, hogy valaki ne csinálná, de hogyha megtalálja azt a pontot, hogy tudja magát jól érezni ebben az üzletben, akkor nagyon egyszerűen működik, hiszen minden pillanatban úgymond szívesen csinálja. Nyilván a network marketingnek az egyik legfontosabb jellemvonása, hogy másolhatónak kell lenni. Mi előtte online marketinggel foglalkoztunk, egy online marketinges vállalkozásunk volt, és az ötletem tulajdonképpen az volt, amikor network marketinggel kezdtünk el foglalkozni, hogyha mi volna, hogyha félretelnénk az összes szabályt, amit a network marketingről hallottunk, és ugye online építenénk föl egy nagy üzletet. Ez akkor nyilvánvalóan 2008-ban ez még eléggé furcsán hangzott, hiszen még nem akkora volt a internetes penetráció, mint manapság. Teljesen más volt a hozzáállás, viszont a lényeg az, hogy ez abszolút mértékben a komfortzónákon belül volt, és ezért kifejlesztettünk egy olyan online üzletépítési rendszert, ami szintén nagyon sok embernek a komfortzónáján belül van, és akár online prezentáció nélkül otthonról tudja építeni az üzletét. Nyilvánvalóan, hogyha megvan a saját magabiztonságunk, és szeretjük azt, amit csinálunk, és azt gondolom, hogy ez a kulcs, hogy megtaláljuk a network marketingbe azt a pontot, amivel szeretjük csinálni ezt az üzletet, akkor fogjuk csinálni, és nyilvánvalóan ettől fog működni. Így befejezésre azt gondolom, hogy ha sikerült tisztázni azt a dolgot, hogy valaki meg tudja csinálni ezt az üzletet, vagy nem, akkor már csak egyetlen egy fontos kérdés merülhet föl benne, hogy hát ez mennyire ciki. Tehát ugye a network marketingnek nincs olyan óriási image, és ez bennem is egy óriási kérdőjel volt. Tehát ugye online marketingesként az előző hónapban még a Magyar Marketing Szövetség éves kongresszusán tartottam előadást, a következő hónapban meg ugye otthon belenéztem a tükörbe, és azt kérdeztem magamtól, hogy hát Laci, ezt jól meggondoltad? Most akkor tényleg kávéval fogsz házolni? Most akkor ez a jövő? Tehát ugye az emberbe ugye fölmerül ez a dolog, hogy mennyire ciki, hiszen azt tapasztaljuk, hogy ahogy hangsúlyoztam, a network marketingnek nincs olyan magasan az image. Én azt gondolom, hogy két dolgot kell látni. Az egyrészt, hogy minden szakmát, minden szakterületet lehet nagyon amatőr módon csinálni, és az tényleg nagyon ciki, viszont lehet nagyon profi dolgon is csinálni. Mi 8 éve kezdtük el ezt az üzletet, ugyanúgy, mint bárki más, beregisztráltunk, senki nem volt alattunk, és ugye a multi forgalom az olyan 4,5 milliárd forint volt, ami alattunk képződött. Én azt gondolom, hogy ez üzleti szempontból ez nem ciki. Tehát semmilyen szinten, tehát minden szinten fölvállalható tulajdonképpen. És hangsúlyozom, hogy ez ugyanúgy kezdődött, hogy néhány embernek megmutattuk tulajdonképpen, hogy mi ez a termék, mi ez az üzleti lehetőség. Beszéltünk arról, hogy mi miért hiszünk ebbe a dologba, annak kellene, hogy nagyon sokan úgy gondolkodnak, hogy a network marketing ezért és ezért nem jó. És találtunk egy olyan céget, aki megfelel annak a két elvárásnak, ugye, amihez a harmadiknak a mi munkákat kell hozzátenni, ami garantálja úgymond a passzív jövedelmet. Én röviden tömören ennyit szerettem volna mondani ma este, és igazából amiről beszéltem, azt egy kicsit ilyen gondolatébresztőnek szántam, hogy tegyük egymás mellé az érveket és az ellenérveket, és ez alapján tudjanak hozni egy olyan döntést, ami az önök számára a legmegfelelőbb. Köszönöm szépen a figyelmet!